Bizonyára sok érdekes stadion van a világon, de van egy, ami talán kitűnik a többi közül. Mivel nem csak a története érdekes, hanem az elhelyezkedése is annyira megdöbbentő, hogy turisták tucatjai látogatják meg minden évben. Az északi sarkkörön, azaz a legészakibb ponton fekvő futballpálya Norvégiában található. A festői Lofoten szigetcsoport egyikén. Ebben a videóban ezt a pályát fogjuk bemutatni. Sokszor meséltünk már a csatornán különböző stadionokról, amik akár a nagyságuk, akár a különböző extra technológiájuk miatt érdekesek. Nos, a Henningsvár FC stadionja teljesen másokból különleges, mégpedig az elhelyezkedése miatt. A stadion Henningsvárban található egy szigeten. A festői kis norvég halászfalu a maga 510 fős lakosságával híres az elképesztő túraútvonalairól, a természeti adottságairól, na meg hogy a sarki fényt is meg lehet innen csodálni annak, aki ide látogat. 2000 óta viszont a drónfotózásnak köszönhetően a futballpályája is felkerült a turisták térképére. Az UEFA is felhasználta ezután a pályát több kampányfilmjében is. A pálya létrehozásában a legnagyobb kihívást a sziklás talaj kiegyenlítése jelentette. Ráadásul a pálya elég közel helyezkedik el a tengerhez, ezért hálóval, illetve faállványokkal próbálják megakadályozni azt, hogy a labdák a vízbe essenek. Egyébként ugyanezeken a faállványokon szárítják a tőkehalat a halászok. A stadiont hatalmas reflektorokkal világítják meg, ami elengedhetetlen, mert a föld ezen részén van, hogy akár több hónapon keresztül is sötétség van, de cserébe az is előfordul, hogy több hónapig nem megy le a nap. A Henningsvár stadion csak amatőr mérkőzéseket rendezhet. Lelátók hiányában nem alkalmas a profi mérkőzések lebonyolítására. Jelenleg a kis helyi csapat játssza itt a mérkőzéseit, akik valószínűleg nagyon alacsony osztályban játszanak, mivel semmi adatot nem találtunk erről az interneten. Egy biztos, hogyha ők nem is profi labdarúgók, mindenféleképpen különlegesnek érezhetik magukat, mivel a világ egyik, hanem a legszebb pályáján játszanak. Ennyi lett volna ez a videó, ha tetszett, akkor mindenféleképpen dob rá egy lájkot, és iratkozz fel további focis tartalmakért.